Itt a tavasz, mindenki kiszabadul az udvarra, nagyon sokan állnak neki barbecue-zni, grillezni. Szerinted milyen húsokkal érdemes ezt elkezdeni? Kezdjük előről ezzel a kérdéssel. Alapvetően fontos, hogy a barbecue és a grill az két külön műfaj tulajdonképpen. A nagy különbségét az adja, hogy a grillezésnél a nyílt lángon készülnek tulajdonképpen a húsok, még a barbecue-nál ez el van szeparálva a húsoktól, és csak a forró füst készíti el őket. Ezért inkább azt mondanám, hogy kinek mennyi ideje van rá, ez egy időigényesebb sütési folyamat. Ezért akinek kevesebb ideje van, inkább kisebb húsokkal érdemes kezdeni, tarjával, sertésből, oldalassal esetleg. Még a marhából is inkább a kisebb darabokat vágva érdemes a sütést kezdeni. Míg aki már egy kicsit komolyabb tapasztalattal rendelkezik, az természetesen a nagyobb egész soknak is, marhaszegyeknek, vagy klasszikus pulled porknak, például sertéslapockának vágjon neki. Honnan eredeztethető a barbecue-zás szokása, és szerinted Magyarországon ez most már a gasztronómiában mennyire itta be magát? Mennyire szeretik a magyarok ezt a féle húsfogyasztást? Alapvetően a karibi térségből származtatják, ott használtak először hasonló sütési módszereket, majd a felfedezők, a spanyolok, portugálok vitték át ezt a mai Egyesült Államok területére tulajdonképpen ezt a módszert, ezért terjedt el Amerikában leginkább. Magyarországon is sokan kezdik felfedezni, akár mint hobbi, és egyre több vendégünk említi meg, hogy őnek is van smokere, és próbálkozik, és esetleg kér tippeket, trükköket ezzel kapcsolatban. Úgyhogy kezdik megismerni, azért még ugye Európára vonatkoztatva azt mondanám, hogy nem túlságosan elterjedt, még mindig abszolút rétegét erről beszélünk. Az amerikaiak rendszerint rá is csodálkoznak, hogy Európában is találnak például barbecue éttermet, vagy akár Budapesten találnak minket. Úgyhogy ebből úgy gondolom, hogy az is látszik, hogy annyira azért nem elterjedt, hogy minden sarkon legyen egy. De szerintem kezdi be csempészni magát úgymond így a street foodok közé abszolút, főleg azért, mert a húsok választhatóak, tulajdonképpen összeállítható a tál nálunk is, tehát gramra mérhetőek a húsok, a köretek, a szószok választhatóak, így akármilyen diétán is van valaki, esetleg is csak húst fogyaszt, vagy kevésbé zsíros vagy zsírosabb húsokat szeretne enni, akkor össze tudja magának válogatni, és ezért egy nagyon jó személyre szabott élmény tud lenni. Milyen eszközöket tudunk ehhez használni, hiszen úgy tudom, hogy a tökéletes barbecue elkészítéséhez azért nem mindegy, hogy miben füstöljük azt a húst. Természetesen fontos az, hogy milyen smokerrel dolgozunk, de igazából ez egy viszonylag a gyökerét is tekintve egy egyszerű sütési módszer. A lényeg tényleg csak az, hogy el legyen szeparálva a tűz a húsoktól, és csak a füst jusson át a húsok terébe. Ezért vannak olcsó megoldások is, nem kell feltétlenül nagyon bonyolult szerkezetekre gondolni. A fa választásnál inkább az a fontos, hogy szárazabb fák legyenek. Itt is vannak, akik különböző fajtákra esküsznek, de igazából ami fontosabb az, hogy ne egy nagy nedvességtartalmú fával készítsük a füstölést. Valamint a fűszerezés még, ami meghatározhatja a különböző ízvilágokat. Berabozzák, úgymond bekenik a húsnak a külsejét, és így kerül a smokerbe. Ezen kívül egyébként nálunk is más ízesítést nem kapnak a húsok, csak ezt a fűszer kérget tulajdonképpen, ami a sütés folyamán lesz egy ilyen kéreg, ahogy a húsból kiváló zsiradékok, cukrokkal együtt egy ilyen képez egy réteget tulajdonképpen, ez lesz egy ilyen ízes része a húson. Igazából maga a füst adja az íznek a nagyon nagy százalékát, így igazából a fűszerezésen túl sokat nem kell aggódni. A sóbors mindenképpen, a marhához mi például csak ezt használunk, semmi mást. De a sertésnél azért szokták természetesen akár magyaros ízvilága, egy piros paprikás, fokhagymás, köményes rabbal abszolút el lehet készíteni ezeket a húsokat. Honnan tudjuk, hogy elkészült a húsunk? Bármilyen eszközt kell ehhez használni, például hőmérőt? Abszolút lehet. Aki még nem elég tapasztalt, ez igazából csak a nagy püstmesterek tudják maghőmérőzés nélkül, ugyanis általában nagy darab húsok vannak. Így feltétlenül nézni kell a hőmérsékletüket. A barbecue klasszikusan 100 és 150 fok közötti hőmérsékleten zajlik. Általában az alacsonyabbak, 110-120 fokon sütünk mi is. És ezt érdemes szinten tartani,
a túl meleg hús túl hamar süti meg a külső részét a húsoknak, a túl hideg füstbe pedig nem fognak elkészülni. Fehér húsokat lehet smokerezni, vagy halat? Abszolút szoktak készíteni halakat is. Mi például csirke mellett készítünk azok számára, akik a csirkét kedvelik, vagy a kevésbé zsíros húsokat keresik. Úgyhogy igazából ez egy teljesen szabad, kötetlen műfaj tulajdonképpen, bármilyen húst használhatunk hozzá. Milyen köretet érdemes készíteni ehhez? Klasszikusan a barbecue-nál a füstös ízvilág egy ilyen szélsőséges ízvilág, ezért a köretek és a szószok is, amik hozzájuk tartoznak, ezt kibalanszálandó, hasonlóan szélsőségesek. A savanyú és az édes a két leggyakoribb ízvilág. A klasszikus, amit nagyon könnyű otthon is elkészíteni, az amerikai káposztasaláta. A coleslaw, ez egy majonézes, répás és káposzta alapanyagot tartalmaz, de savanykásabb ízvilágú, akár savanyúságokkal is nagyon jól harmonizálnak a húsok, amiben bárkinél található otthon tulajdonképpen. Mik a legnagyobb buktatói szerinted az otthoni barbecue-zásnak? Esetleg így pontokban össze tudnánk szedni? A legnagyobb nehézsége, amint már említettem, értem, az idő. A húsoknak azért ezen az alacsony hőmérsékleten elég hosszú időbe telik, hogy készüljenek. És a legnagyobb nehézség abszolút a hőmérséklet szinten tartása. Mint ahogy mondtam, viszonylag kicsi a hőmérséklet tartomány, amiben kell készüljenek folyamatosan a húsok. És főleg egy fatüzelésű smokernél folyamatosan állítani kell, dobni kell a tűzre, hogy ne legyen túl sok fa a tűzön, ne legyen túl nagy a hő, de ne is legyen túl kevés, hogy a megfelelő mennyiségű füst kerüljön oda, és ezt a legnehezebb elsajátítani. Ezen kívül igazából, mint említettem, a fűszerezés már nem játszik akkora szerepet például, vagy a megfelelő hús kiválasztása. Természetesen az igazán tökéletes barbecuehoz ezek is kellenek, de enélkül is alkotható otthon is egy jó barbecue, hogyha a füst megfelelően van menedzselve. Tiszta Smoky Monkey barbecue-ban milyen smokerrel dolgoztok, és egyébként nálatok hogyan lehet fogyasztani a húsokat? Mi egy saját készítésű smokerrel dolgozunk. Ez egy smoker szekrény tulajdonképpen, ahol alul van a tűz, és a fölül a füst a húsokat készíti. Különlegessége, hogy saját készítésű, illetve az amerikai társainál jóval kevesebb fát fogyaszt, a saját fejlesztésből adódóan, nagyjából hatod annyi fával lehet füstölni egy húst, egy adag húst, mint általában egy klasszikusabb ilyen hasonló smoker szekrényeknél. Ez abból adódik, hogy a szigetelések úgy vannak megoldva, hogy kevesebb füst hagyja el a smokert, ezáltal kevesebb fát is fogyaszt, kevesebbet kell a hőmérsékletet állítani, és ezáltal az egész füst térben tulajdonképpen kisebb a hőingadozás is, mondjuk az alsó és a felső polcok között nincs akkora eltérés, így egy kicsit könnyebb is a sütés. Kérlek, először meséld el nekem azt, hogy hogyan kell elképzelni egy smoker építését. Ez úgy kezdődött, hogy az egyik tulajdonos kiment Amerikába egy körútra, ahol megnézett több barbecue-s helyet, ahol nagy szeretettel fogadták, és bemutatták neki a technológiát és a sütőket. És itthon a gyerekkori barátainak az édesapjával építették meg ezt a smokert, ami három amerikai típusból lett összerakva. Jóskában egy ilyen vasipari ember, aki nagyon érti a szakmáját, és egy ilyen egy tonnás monstrumot épített ide a Szentendrei út 95-be. Mennyi hús fér bele? Hát körülbelül egy ilyen 200 kg hús fér bele egyszerre, és ma már a második kört sütjük, ami azt jelenti, hogy egyszer már lement az a mennyiség, mert több éttermünk van, amiben innen látjuk el őket hússal. Hogyan kellene a működtetését elképzelni? Minden nap felfűtitek, vagy ez folyamatosan üzemel? Ez úgy néz ki, hogy a hajnalban bejövök dolgozni, és favágással kezdem, utána kitakarítom a sütőt, begyújtok, és amikor elér a 100-110 fokos hőmérsékletet a sütő, akkor kerülnek be a húsok, amiket addig fűszerezek be, amíg melegszik, és utána csak a hőmérsékletet kell tartani, ami azt jelenti, hogy fél óránként, óránként rádobni egy-két hasábot a tűzre, és arra is ügyelni kell, hogy a vizes tárca, ami a közvetlen a tűztér fölött van, az folyamatosan fel legyen töltve, mert azt tartja párásan a levegőt a sütőbe, és van a kéményen egy állító, amivel egy ilyen szabályzókar,
amivel csökkenteni lehet a kimenő füstöt, és így nagyobb hőmérsékletet lehet elérni a smokeren belül. Láttam, hogy a smokeren belül ugye több polc van. Mindegy az, hogy melyik húst hova teszem? Hogyan tudjuk ezt eldönteni, hogy melyik polcra kell? Ezt ki kell tapasztalni, minden sütő más, és én 2 éve dolgozok ezzel a sütővel, és megvan már így a gyakorlat, hogy a legalsó polcra kerülnek a lapockák, egyre följebb a marha részek, a szegy meg a marhanyak, akkor a következő polcon vannak az oldalasok, ott nem ég túl a bark rajta, és ott lesz a legjobb állaga. A felső polcon pedig a bőrös császár, tarja, amik ilyen magasabb hőmérsékletet bírnak, és hát a bőrös császár meg a színe is jó kell, hogy legyen a bőrének jó ropogós. Melyik a legnépszerűbb fogás nálatok? Mit szoktak a legtöbben kérni? Hát a legtöbben, hogyha betérnek ide, akkor vagy a vegyes tál a nagy kedvenc, amiből megkóstolhatnak minden apróságot így a kínálatból, vagy a pulled pork szendvics is egy nagy kedvenc, amit sokan ezt ismerik a barbecue-val, ez az első ismerkedésnek szerintem az egyik legjobb étel. És a szendvicseknek az a különlegessége, hogy még a bucit is mi csináljuk a saját pékségünkben.